Zaslonák, tiszte, lép! Kedves vendégeink, tisztelettel köszöntöm Önöket itt az ország zászlónál, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepség sorozatunk első helyszínén. Az ünnepélyes zászló felvonásban közreműködött a Kiskunhalasi Városi Fuvorzenekar, valamint a Kiskunhalasi Lovas Bandérium. Most megkérem Önöket, hogy közösen vonuljunk át az ünnepség sorozat következő helyszínére, a Városi Filmszínházba, ahol folytatódik az ünnepség. Elsőként felkérném Farkas Dániel alpolgármester urat, hogy ossza meg a jelenlévőkkel ünnepi gondolatait. Tisztelt polgármester úr, tisztelt alpolgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplők! Engedjék meg, hogy mindenek előtt köszönetet mondjak az 56-os Emlékbizottságnak a megtisztelő felkérésért, hogy ma itt állhatok Önök előtt, és elmondhatom gondolataimat 1956-ról. Nekünk, a rendszerváltás idején született generáció közéleti szerepet vállaló tagjainak már nem csak lehet, hanem nyíltan és őszintén is kell beszélni a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményéről. Két vesztes világháború, az ország kétszeri feldarabolása, a háborúkat követő belső terror pusztító hónapjai és az osztályharc polgárháborús rémtettei után úgy festett, hogy nemzetünk már csak egyszerű emlék. Szinte csak a remény létezett, de Nagy Imre megértette, hogy akkor és ott nem egyszerűen egyetemisták, munkások, értelmiségiek, spontán tiltakozók, reformerek verődtek össze, hanem a magyar nemzet egy forradalomban újjászületett. 1956. október 23-án a hosszú, csendes félelemben és béketűrésben töltött idő után ősi erővel szakadt fel az életösztön a magyar népből. Márai gondolatait idézve, egyik óráról a másikra hasadt meg az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Szinte az egész világ beleremegett, és népek sora nézte néma csodálattal a magyarok bátorságát.
Egy kis ország ugyanis nekitámadt a világ egyik legnagyobb hadseregének, hogy megvédje a hazáját. A kommunistákról azonban 56 bebizonyította, hogy nem csak az embereket csapták be, hanem önmagukat is. Ugyanis azt hitték, a magyar nemzet múltját teljesen el lehet törölni. Azt hitték, hogy egy nemzet egyszerűen feladja szabadságát, kultúráját, történelmét és hitét. Azt hitték, hogy egy homályos ideológia pótolhat szabadságot, közösséget és hagyományt. A magyarokat azonban nem ilyen fából faragták. A magyar nemzet 1000 év alatt megtanulta, hogy a szabadságról, a hazáról nem elég csak beszélni. A szabadságért, a hazáért harcolni kell a háborúban, és tenni kell a békés hétköznapokban is. Mi magyarok ezt megtanultuk, és emiatt vagyunk ma itt Európa szívében, az 1000 éves magyar államban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogyan 56-nak, úgy a mai kornak is megvan a maga kihívása, és döntenünk kell. Vagy felvesszük a keresztet, vagy nem cselekszünk, de akkor unokáink joggal mondják majd ránk, gyávák voltatok. És azt mondom, ne csak gyávák ne legyünk. Ne legyünk szerények sem. A magyarok ösztönei mindig jól működtek. Talán azért is, mert az elmúlt 500 évünk nem szólt másról, mint a szabadságért való küzdelemről. Gondoljunk csak Bethlen Gáborra, vagy Rákóczira, emlékezzünk Kossuth és Széchenyi életére, és gondoljuk lelki szemeink elé a pesti srácok puszta kézzel vívott harcát a világ egyik legnagyobb hadsereg ellen. Számunkra a szabadság nem magától értetődő, nem a szüleinktől kapott örökség. A szabadságért minden nemzedéknek újra és újra meg kellett küzdenie. Emberöltőről emberöltőre a hazánkat meg kellett védeni. S legyünk ismét őszinték. Európa szerencsésebb részén ezt gyakran nem értik. Nem értik, mert nekik több száz éve eleve adott a szabadság. Nem értik, mert emberöltők óta nem kellett küzdeniük érte. 1956 óta tudjuk, nem csak az idegen megszállók és a gyilkosok okozhatják egy nemzet vesztét, hanem a tehetetlenek és az alkalmatlanok is, akik saját gyengeségük miatt képesek voltak eladni a saját nemzetük szabadságát. Mindenkinek van egy olyan nemzeti ünnepe, amelyben a számára legtöbb és leghasznosabb gondolatokat, értékeket megtalálja. Számomra ez egyértelműen 56 ősze. Emiatt itt önök előtt állva bátran merem azt kimondani, hogy akik a nagyszüleink szabadságvágyát elvették, vagy erről a tetről szüleinknek évtizedekig hazudtak, elfelejthetetlen bűnt viselnek. A rendszerváltás sok problémát orvosolt, azonban 56 és az azt követő évek megítélése továbbra is rengeteget segíthet számunkra. Hiszen, ha a pesti srácokra méltón és büszkén emlékezünk, akkor a hazánkat is bátran szolgáljuk. Ha azonban ezt nem tesszük, akkor tehetetlenek és alkalmatlanok leszünk, ugyanúgy, mint akik képesek voltak eladni a saját nemzetük szabadságát. Tudnunk kell, ki és miként gondolkodik, hiszen ez alapján tudjuk meg azt is, hogy kitől és mire számíthatunk. Fontos ez az országban, és fontosabb ez mindennél itt Kiskunhalason is. Lehet fiatalon, de büszkén képviselem azt a generációt, akinek nem hazudtak ellenforradalmat. A városunknak pedig bátorságra van szüksége, és vannak igaz bátrak, akikre felnézhetünk. Nagy Imre később a vele szemben lefolytatott gyalázatos perben okosságával és rettenthetetlenségével legnagyobb hőseink sorába emelkedett, megvédte a forradalom tisztaságát és mártírtársai becsületét. Példát kell venni róla minden áron. De szükségünk van az összefogásra is, hiszen semmi sem pótolhatja azt a titokzatos erőt, amely összehúzza, egymáshoz köti a magyarokat. És nem szabad elfutnunk a konfliktusuk elől sem. Emlékezzünk tisztelettel örökké, hiszen akik nem haltak meg a szovjet tankok ágyútüze és a golyózápor közepette, azokat halálra ítélték, megölték, bebörtönözték, tönkretették vagy elüldözték. Bár elbuktak, mégis hősök lettek. Olyanok, akik példaként állnak a rákövetkező nemzedékek előtt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tisztelt jelenlévők! Az elkövetkező percekben a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Humán Szakképző Iskolájának műsorát tekinthetik meg. A műsort összeállította és a diákokat betanította Tóth Gábor, az iskola pedagógusa. Kékes bársonyával kibélelt világ elfelejt, és nem örül, ha emlékszem rá. Pedig a béketűrés népe fellázadt, és maga ment a sorsának elébe. Fekete-fehérben menetelt a kritikus tömeg. Hitét a kínzókamrák sötét híresen törte meg. Itt nem számít arany, hiába jön majd ezer tank.
500 éve mindenkiért kondul a harang. Tiszta voltál. Büszke vagy. Nem adtad egy könyvön magad. 1956. Ez a sorsdöntő év élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetébe. E nap a szabadság és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy olyan nap, mely világosabban mutatná az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt. Ezen a napon csapott össze az egyes csoportok, csoportosulások akarata a tömeg akaratával. A tömeg, az elnyomás, az egyes akarat alatt sínylődött. A rádió tüzes híreket ont. Kibontott háromszínű lobogók. Tüntet az ifjúság. S mint ellenállhatatlan áradat. Követelések. Gyújtó jelszavak. Kövessük a magyar utat! Nem állunk meg fél úton! A sztálinizmus pusztuljon! Távolítsák el a sztálin szobrot! Vonják ki a szovjet csapatokat! Kárpótolni kell a meghúzoltakat! Szabad sajtó! Követeljük a szabad választást! Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába! Nincsen se ingünk, se gatyán, Rákosi volt az apám! Kossuth címert akarunk! Járnék én is, kajárhatnék! Veszed az önkény! Húzd kik haza! Ki az igazi magyar, akinek a szívdobbanásaiba a himnusz hangjai csendülnek fel?
Döntsd el, magyar! Mondd ki a szót! Itt visszalépni nem lehet. Az ifjúság acélszíve a forróságtól megerett. Döntsd el, magyar! Döntsd el, diák! És fogjuk lánccal kezünk. Döntsd el, ki élsz itt te homba. Velünk jössze vagy ellenünk. Ébredj, magyar! Ma aludni gyalázat, vakondok szerep. Jöjj el közénk égő szívvel, s emeld fel büszkén a fejed. Birka fejjel gyávák járnak, napra nézi a mi szemünk. Ne várj tovább, ma határozz. Velünk jössze, vagy ellenünk. Megyünk a forradalomba! Megyünk a forradalomba! Nem tépett rony darab, még csak nem is szakadt. Vágta kés és olló, mi kezünkbe akadt. A fényes sejemből azt a gyűlölt jelet. Elégetve vele mindazt, amit lehet. Október vége volt. Tündöklő szép napok. De jöttek novemberek, s velük az árulók. A jeltelen sírok hősöket rejtenek. Kivégeztek riadt, még csak gyermekeket. Nyából szolgasságból épült egy palota. Hazugság ajtaja, hazugság ablaka. Lakta a gyávaság hűlakályok sora. Midőn összeomlott, egy sem volt alatta. Novemberben itt esküdszektek. Gyaláztak törvényt, tiportak jogot. Novemberben vörössel, vérrel a mágia lobogott. Novemberben erőszak vágott. Gumibot tépett, börtön kacagott. Novemberben a homlokunkra égettek csillagot. Novemberben... sírnak az utcák. Novemberben sírnak az emberek. Novemberben könnyek köszöntik az elesetteket. Novemberben csend van és béke. Temető, fejfa, virág és kereszt. Novemberben az álmodó rűg itt tart és nem ereszt. Ki a szabad ember? Az, aki nem fél semmi gondtól. Az, akit a többi is annak gondol. Csak az, akit szeret, akit szeretnek. Nem az, akit mások azért fizetnek. Az, aki a bajokat bírja. Az, aki a sorsát önmaga írja. Meg az, aki okos, aki bátor, aki nem fél önmagától. Az a szabad, akiről nem tud az Isten. Az a szabad, akinek semmije sincsen. Szabad a művész, a költő, az ember. Mondom neki az, aki számít, ki az, aki szeret. Túrja a földet, süti a kenyeret. Veti az ágyat, és hallgat.
mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán szárnyat, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal. Sejempapír zizeg, ajándék, bölcs szót fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban a jászol mellett, ha az élet elevent ellett, a csodát most is ők vigyázzák, leletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, Marti Mihály, szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, és eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezretév csatol. Itt küzdenek honért hős Árpádnak hadai, itt törtek össze Rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság, itten hordozák vére zászlóidat, és elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. Annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem. Él nemzet e hazán. S népek hazája nagyvilág, hozzád bátran kiált, egy ezredévi szenvedés kér éltet. Vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív
hiába ont a vért, s keserben annyi hű kebel szakad meg a honért, az nem lehet, hogy ész, erő, soly szent akarat, hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország férben áll. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, hogy az ember millióinak szemébe gyász könnyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál hantjával, ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Kedves vendégeink, most pedig megkérem önöket, hogy vonuljunk át ünnepségünk következő helyszínére, a Kopjafához, ott folytatódik az ünnepség.